Vállalom. Még egyszer mondom. Tehát az nem buzdít erőszakra ön szerint, ha azt mondja, hogy neki kell mennünk a kormánynak, mondtam neki indulunk a kormánynak? Mondtam én ilyet? Nem tudom szó szerint most akkor... ezt mit mondott pontosan. Hát én is szeretném tudni, hát ezt ön vetette fel, önnek kellene tudni. Úgy emlékszem, hogy olyasmit mondott, hogy neki kell indulnunk a kormánynak. Ez nem mindegy, hogy mi ilyesmit, ha úgy gondolja, szembesítenie kell engem egy mondatom, akkor legyen kedves, idézze föl, hogy tudjak rá válaszolni. Megkérdezem másképpen. Tehát ön szerint önnek nem volt olyan megnyilvánulása, és nincs olyan megnyilvánulása, amiből az, aki az utcán erőszakkal akar politizálni, biztatást vélhet. Ez a mi álláspontunk végig világos volt. Számunkra a legfontosabb az október 1-i választás. Szerintünk a ma Magyarországon felhatalmazás nélküli kormányzás zajlik. De mit jelent az, hogy felhatalmazás nélküli? Hát mint a magyar szavak általános értelme szerint, nincs felhatalmazása a kormánynak arra, hogy azt tegye, amit tesz. Ezt jelenti. És éppen ezért azt gondoljuk, hogy az emberek ebben a kérdésben állást fognak foglalni. Én azt gondolom, hogy ez a tény önmagában, hogy a kormány ma más tesz, mint amit tett korábban, meg mint amire vállalkozott, ez önmagában alkalmas arra, hogy fölvesse a bizalom kérdését. A bizalmat a kormánytól nem az ellenzék tudja megvonni, hanem a választópolgárok. Erre lehetőség október 1-e, és én mindig világosra tettem. Hogy a elnökönnek semmi köze nincs a kormány az október 1-ének. Az ön véleménye szerint, de úgy tűnik nekem más a vélemény. Bocsánat, hallgatom. Tehát október 1-én tudják az emberek kimondani, hogy egyébként egyetértenek-e a megszorításokkal, elfogadják-e, bizalmi kérdésnek tekintik-e a választást, vagy sem. És én azt tanácsoltam mindenhol az országban, most is ezt mondom, hogy nekünk nem a kormánnyal kell most foglalkoznunk, hanem a választással, az október 1-i választás, amikor az emberek végre nyitott szemmel szavazhatnak. Áprilisban az emberek bekötött szemmel szavaztak, mint ahogy tudjuk a felszínre került dokumentumokból, a lelepleződött dokumentumokból, hát megtévesztés áldozatai lettek. Az a gond, megpróbálom ezt értelmesen fogalmazni, az a gond, hogy sokan úgy látják, hogy önök továbbra se, és ön személyesen nem hajlandó elismerni nyíltan azt, hogy alkotmányos, jogszerű eszközökkel ezt a kormányt nem lehet megbuktatni. Mire gondol? Hát azt gondolom, hogy nem ismerik el. Úgy gondolják, hogy vannak jogszerű vagy alkotmányos lehetőségek ennek a kormánynak a megbuktatására. De mire gondol ön? Hát az önök teljes, összes, egész tevékenységére. De bocsánat, miről beszél? Nem egészen értem a kérdését. Hát arról, hogy állandóan azt mondja, hogy illegitim a kormány, nem értem, hogy miért illegitim ez a kormány. Megválasztották ezt a kormányt. Ön azt mondja, hogy becsapták az embereket. Az előbb próbáltam erre válaszolni, most megismétlem. Szerintem tavasszal az emberektől megtagadták a valóság megismeréséhez való jogot és a tájékozódás szabadságát. Így kellett dönteniük. Majd utána ezt a miniszterelnök is bevallotta. 4 hónappal ezelőtt egy zárt ülésen. 4 hónappal később most lelepleződött. És most az egész ország szembesült azzal, hogy nem egy baleset áldozatai lettünk, hanem egy megtervezett, szervezett politikai hazugságnak lettünk az áldozatai. Aminek ráadásul egy részét közpénzen követték el, hát azt csinálták, hogy a tőlünk beszedett adón állami reklámokkal valótlan képet festettek a gazdaságról. Ráadásul nem szavakkal csapták be az embereket, itt is egy gyakran találkozom ezzel a félreértéssel. Nem az a probléma, hogy mit ígértek, hanem mit tettek. Azt tették, hogy hoztak egy törvényt az adók csökkentéséről. Majd a választások után egy adóemelési törvényt hoztak. Levitték az áfát, azt mondták, ez a jövő útja, majd felemelték a választások után. És, amit a legfontosabbnak tartok, hogy meghamisították a közérdekű adatokat. Én nem. A miniszterelnök úr szájából elhangzott és nyilvánosságra került dokumentumok, egyébként ezt világosan be is ismerik, úgy fogalmaz, hogy sok száz kis trükkel, amiről nektek nem kell tudnotok. Tudtuk megoldani, hogy hazudhassunk éjjel és nappal. Nem azt állítom önnek, elnök úr, hogy ez a kormány hibátlan. Azt állítom, hogy olyan nincs egy demokratikus választás után, hogy illegitim a kormány. Ez a kifejezés nem létezik. De miért? Ön meg akarja tiltani nekem vagy bárki másnak? Nem, eszemágában is, és szeretnék rámutatni arra, hogy sokaknak az a vélemény, hogy nem lehet a kormány illegitim. De ezt én megértettem, én megértettem az ön álláspontját, kérem, hogy értse meg az enyémet. Az én álláspontom az az, hogy az emberek bekötött szemmel szavaztak, ezért ez a kormány nem kapott felhatalmazást arra, amit ma tesz. Ezért amit tesz, azok nem demokratikus kormányzati döntések, hanem önkényes diktátumok, amiket el akar fogadtatni a társadalommal annélkül, hogy fölhatalmazták volna erre, illetve, hogy most tárgyalásokon az érintettek ezt elfogadnák. Jó, most erre lehet azt mondani, hogy illegitim, ez játék a szavakkal, az én véleményem az, az, hogy nincs joga a kormánynak azt tennie, amit most tesz. Ebben eltér a véleményük, ezt ebben tudomásul vettem, hogy ez önök is pontja maradandóan más. Eltér a véleményük. Visszatérve fél pillanatra erre a bizonyos hangfelvételre. Ugye a miniszterelnök úr azt mondja, meg hát sokan ezt mondják,
ezeknek a szavaknak, a hazugságra vonatkozó szavaknak egy része kétségtelen az elmúlt másfél évre, illetve az elmúlt négy évre vonatkozott, de egy igen jelentős része az elmúlt 16 évre vonatkozott. Tehát a miniszterelnök úrnak az az alapvető tétele, hogy itt szembekötősdét játszottunk, és hogy ebben mindenki benne volt. Önök is, ők is, mások is. De bocsánat, akkor válaszunk külön két dolgot, mert ez két különböző állítás. Tehát ha jól értem, akkor abban itt nincsen, talán a nézők előtt sem már semmi kétség, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy az elmúlt másfél évben hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, este. Hát ezt kimondta, mindent megtettünk, érdemes lenne az összefüggéseket megnézni, mindent megtettünk, mindent megtett, vannak nekem mondatom, de elmutatom én most ezzel. Igen, ezek ugye, vannak mondatok, vannak kontextusok, igen. Jó indulatúan idéznék, ha szükség volna rá. Én csak azt akarom mondani, hogy szerintem nem érdemes azon vitatkozni, hogy a miniszterelnök mit mondott. A miniszterelnök lebukott, ugye most... Érdemes, mert önökre is mondta. De bocsánat, visszatérek. Azt mondta, hogy önök is hazudtak. Mindjárt visszatérek erre. Ugye most azzal a helyzettel állunk szembe, hogy a hazugságból erényt próbálnak kovácsolni. Négy hónappal ezelőtt történt valami, amit nem mondtak meg a magyar társadalomnak, egymás között beszélték meg, ez egy külön probléma, hogy a magyar parlament megválasztott képviselői ott ülnek leforrázva, és hát megalázva kell eltűrniük azt, hogy így beszéljenek az országról velük, és így tovább, ez most egy másik kérdés. Bocsássa meg, ugyanis a másik kérdés, ön fogja folytatni, de a miniszterelnök úr utalt arra, hogy létező teória az is, nem mondta, hogy bizonyítékai vannak, de létező teória az is, hogy önök erről a hangszalagról sokkal-sokkal korábban tudtak. Hát ez egy... Magyarul, hogy ez az önök kezébe került. De egy föltételezés, igen, amit most... Igen, ezt mondtam, hogy létező teória, mondtam, hogy nem mondod bizonyítékot. Semmi sem akadályozta meg a miniszterelnököt, akármilyen körülményekre is hivatkozik, hogy négy hónappal ezelőtt elmondja mindezt. Kezükbe volt a hangszalag? Én nem tudtam erről. Tehát nekem ilyen hangszalagom nem volt. Ön nem tudott erről. Ön akkor értesült róla, amikor nyilvánosságra került. Én akkor értesültem róla, amikor már a repülőtéren voltam, és indultam Brüsszelbe vasárnap délután. Igen, tehát előbb nem. Nem. És tudomása szerint senki a Fideszből. Nem tudok róla. Jó, parancsolj. Ellenben térjünk vissza a fontos tényhez. Ugye hazugságból erény. Ez a neve annak, ami most zajlik. Ezt ismerem a Kádár rendszerből egyébként. Bizsereg tőle a bőröm, tehát rossz emlékeim vannak tőle. Tehát négy hónappal ezelőtt, ha valamikor a miniszterelnök még kiállhatott volna azt mondani, hogy emberek, ez a helyzet nem tette. Most lebukott, hát lelepleződött. És most megpróbál... Hát kiállt ezek... azért ezzel a csomaggal? És most megpróbál ebből a hazugságból, meg a lelepleződésből erényt kovácsolni. Nézze, hát... Nem, még minő, hogy nem tudok olyan szavakat mondani, nem sértem meg a hallgatókat, vagy a miniszterelnököt, és eléggé kifejezi azt, amit érzek. Hát, de az arcátlanság kifejezés valószínűleg ez... a legmértéktartóbb és enyhébb, amit itt mondhatok. Hát azt mondja a miniszterelnök, van, aki érti, van, aki nem érti, van, aki másképp érti, de mindösszesen a miniszterelnök azt mondja, hogy mindenáron szükség van ebben az országban reformokra, amiket 16 évig nem csináltak. De ez egy másik... Kétségtelen, hogy ebbe a csomagba csomagolta. De ez egy másik kérdés. Most ott tartottunk, hogy két állítást tett a miniszterelnök. Az első, hogy másfélben keresztül éjjel-nappal hazudtak, nem csináltak semmit, és egyetlen bravúrjuk van, hogy a semmiből visszahozták a kormányzás esélyét óriási hazugságok árán. Ezt mondja a miniszterelnök. Ettől egy... építettek autópályát, egyet is másfél csináltak a másfélben, ami akkor is, hogy nem sorolta föl. Igen, ön szöveghűen idézte a miniszterelnöket. Tőle többet kérem, ne várjon tőlem. A másik állítás az elmúlt 16 év. Na most ez a legsúlyosabb állítás. Most először is itt jön ugye a köztársasági elnök intése, ahol kifejezetten felszólítja a demokrácia szellemével ellentétes magatartásnak minősítve azt, amit a miniszterelnök tesz, hogy ezt ne tegye. A saját személyes felelősségét nem keverheti össze az elmúlt 16 évvel másfelől. Nem maradszik, de nem 100%-ig a köztársaság elnök úrnak minden megnyilvánulásában 100%-ban igaza van. Én csak felügyeztem, hogy mi a köztársaság elnök álláspontja, és szeretném kifejezni, hogy osztozom ebben az álláspontban. Továbbá, ha ön jobban belegondol, ez az állítás, ez valójában az egész rendszerváltás értelmét kérdőjelezi meg. Ez a legsúlyosabb állítás. Nem az értelmét, a teljesítményt. Nem, az értelmét. Hát bocsánat, hát mikor volt ebben az országban igazi nagy hazugság? 16 éve? 16 éve mit is csináltunk? Hát 16 éve nekiindultunk együtt, és azt mondtuk, hogy vessünk véget a Kádár rendszer hazugságainak, és építsünk fel egy szabad világot. Azt mondani, hogy a hazugságok a magyar politikában 16 évvel ezelőtt kezdődtek, az olyan, mintha előtte nem lettek volna. Ez megkérdőjelezi számunkra. Megértem, hogy aki nem rendszerváltó. Nem az a beszéd tárgya, hogy most a Kádár korszakot értékeljük. Bocsánat, a beszélgetésnek az a tárgya, hogy megkérdőjelezzük-e a rendszerváltoztatás alapjait. És azt állítjuk-e, és azt állítjuk-e,
hogy a rendszerváltoztatás elmúlt 16 éve az a hazugságok korszaka volt, és a magyar, újkori magyar politika történetnek ez a leghazugabb korszaka. Ez nem mondta, hogy a leghazugabb korszaka, hát újkori magyar politika történet, ez a 16 év, és azt mondta, hogy sok hazugság volt. Tételesen az, hogy nem tudtunk reformokat csinálni. Senki nem tudott reformokat csinálni. Se a szocialisták, se önök, se az MDF. De most ez ráadásul nem is állja meg a helyét. Hát számos reformot végrehajtottunk. Hát ez most így hosszú lesz. Szerintem is, de ha már ön szóba hozta, akkor kénytelen vagyok jelezni, hogy mondjuk megemlítek önnek néhányat. Ugye azért 2002-ben Magyarország egy olyan gazdasági helyzetben lévő ország volt, amiről mindenki, még a szocialista párt is elismerte. Medgyessy Péter velem szemben ült a miniszterelnöki vitán, és elismerte, hogy 2002-ben reális célkitűzés, hogy 2006-ban Magyarország az euró tagja legyen. Legfeljebb 2007-re csúszhatunk, vagyis... Előszobájában. Nem téved. Nem, ön pontatlanul fogalmaz. A helyzet az, hogy azt mondtuk, hogy bent leszünk. Tehát 2006-2007-ben bent leszünk. Bocsánat, ezt azért fontos kimondani, mert nem igaz, hogy a magyar gazdaságot az elmúlt 16 évben tették volna tönkre. 2002-ben, amikor a polgári kormány átadta a kormányzás lehetőségét Medgyessy Péternek, a Medgyessy Péter miniszterelnök úr is azt mondta, hogy az ország gazdasága jó állapotban van, jól teljesít, csak többet kell ebből juttatni az embereknek. Tehát az az állítás, hogy az elmúlt 16 év egy kudarc volna. És valójában... Ez nem hangzott el, ez az állítás. Bocsánat, de hogy hazugság halmozódott hazugság, és ennek most kell megfizetni az árát. A reformokkal kapcsolatban. Nem azt mondta, hogy az egész életünk tiszta hazugság. Azt szeretném mondani, aminek az árát most megfizetjük, az nem az elmúlt 16 év. Aminek az árát most meg akarják fizettetni az emberekkel, az az elmúlt 4 év, amiről a miniszterelnök is bevallotta, hogy nem tett semmit. Egyébként... Az árulján, amikor 40%-kal nőttek a jövőben. Az én fölfogásom szerint a legsúlyosabb állítása ennek a lelepleződött miniszterelnöki beszédnek, az éppen ez. Az, hogy a hazudozás az hogy volt, mint volt, azt már az elmúlt 1-2 hónapban a magyar társadalom elég jól kiismerte. De azt is beismeri a miniszterelnök, hogy a mostani megszorító csomagokra azért van szükség, mert a múltban elhibázták, nem a jövő érdekében, hanem az ő rossz kormányzásuk árát kell, hogy megfizessék az emberek. Ennek a beismerése, ez a legkomolyabb tény. Szerintem ez a beismerés nem hangzott el, én nem véltem ilyet kiolvasni. Én azt gondolom, hogy a megszorítás az ország gazdaságának rendbetétele érdekében van szükség. 11%-os költségvetési hiány rendbetétele érdekében. De ennek szeretnék átmenni egy másik dologra. Tehát igazából két dologról szerettem volna önt kérdezni ma este, túl azon, hogy mit gondol a jelenlegi helyzetről. Bocsánat, de túl mentünk az előző kérdésen? Nem tudom, ha ön akar valamit mondani, hát bocsánat, csak ön vitatja azt, amit mondtam. Nem igen. Tudom, hogy lezárjuk-e a kérdést. Parancsoljon. Szeretném világosra tenni, hogy a miniszterelnök beszédéből egyértelműen kiderül, hogy trükkök százai segítségével eltitkolták a valóságos helyzetet, és ezt tett, ami egyébként felvető jogi felelősség kérdését, és ezt tette lehetővé, hogy ne kormányozzanak, aminek eredményeképpen itt egy alpári szó következik, amit nem idézek, hibázták az ország ügyeit. Bocsánat, ez hangzik el. Én ezzel egyetértek. Szerintem is ez történt. Ebből pedig az következik, hogy az a miniszterelnök és az a kormány, amelyik ezt megtette és maga is beismeri, most arra kér bennünket, önt, engem, a diákokat, a nyugdíjasokat, a gazdákat, a vállalkozókat, hogy adjunk pénzt nekik arra, hogy megoldják azt a problémát, amit ők előidéztek. Miközben egyébként nem tárgyalnak ezekkel a csoportokkal, nem adnak garanciát arra, hogy ez még egyszer nem fog előfordulni, és nem vetik fel a felelősség kérdését. Ilyen körülmények között miért gondolják? A felelősség kérdését felvetették, legjobb tudomásom szerint keresik is a felelősöket, de azért valamit még tegyünk hozzá, mert egy picit egy oldalon kérdezem ezt a képet, bocsássam meg. A felelősség. Önök kormányzása alatt, 1998 és 2002 között a személyi jövedelmek lassabban nőttek, mint a nemzeti össztermék. Az elmúlt 4 évben 40%-kal nőttek a jövedelmek. De nem én hogy ez túl sok volt, az elismeri a miniszterelnök. De valóban, nem arról vitatkozom, hogy melyik kormány nyújtott jobb teljesítményt. Én azt mondom, hogy a miniszterelnök maga azt mondja, hogy az ország ma azért van ilyen helyzetben, mert az elmúlt másfél évben a kormányzás helyett elrontották az ország dolgát, és ide jutottunk. Sőt, nem is csak az elmúlt másfél, hanem elmúlt 4 évet érzi. Tehát ön megértem, hogy mást mond, mint a miniszterelnök, de én nem akarok önnel vitatkozni, én csak egy dolgot teszek. Elmondom, hogy mi van ebben a szövegben, és szeretném, hogyha nem fednénk el a nyilvánvaló tényeket. Igen. Ha egyszer a miniszterelnök végre beismerte, hogy egyébként az elmúlt másfél évben kormányzás helyett adatokat hamisítottak, megpróbálták becsapni az embereket, és közben az ország oda jutott ahova, akkor ezért felelősséget kell valakinek vállalni, a polgároknak garanciát kell kapniuk arra, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. De a miniszterelnök két dolgot mond,
És azt gondolom, hogy ön egybe kezeli ezt, én meg a magam részéről külön kezelem. Az egyik ez a bizonyos elmúlt másfél év, és hazudtunk, és így tovább, és így tovább, de azt mondja, hogy reformokat kell csinálni, és ahhoz, hogy reformokat lehessen csinálni, meg hogy az unióba be lehessen jutni. Ez a következő kérdés? Nem, az a kérdés, nem, körülbelül. De ez egy másik kérdés. 8 percünk van. Sajnálom, én igyekeztem. Ez egy másik kérdés. Ez egy másik kérdés. Na most azt gondolom, hogy ez pedig hát a jövő legnehezebb kérdése. Hát nyilvánvalóan a miniszterelnök a demokrácia útjáról, a maga részéről lelépett. Mert? Hát azt mondja, hogy őt nem érdekli, hogy az embereket becsapták. Nem érdekli. Ezt nem mondta, hogy nem érdekli. De ezt mondja. Ezt én egyszer sem hallottam. Bocsánat. Lehet, hogy ön így jellemzi a magatartását. Szerkesztő Krem, a szövegben, amiről beszélünk, ott van, hogy azt mondja, lehet, hogy az embereknek majd nem fog tetszeni, és tüntetni fognak a parlament előtt, majd ráunnak és hazamennek. Ezt mondja, szó szerint ne hamisítsuk meg azt, ami ide van írva. De ide van írva. Hogy elismerj, hogy az embereket becsapták. Hát bocsánat, becsaptuk őket, ezért oda fognak jönni majd a parlament, majd hazamennek. De, szóval túladapoztunk, mint kormány és mint gazdaságpolitika. Tehát azt szeretném mondani mindösszesen, hogy miközben a miniszterelnök elismeri, szerintem a dokumentum ebben egyértelmű, bár látom, hogy itt sem örülünk egy malomban, hogy a maguk részéről hibákat vétettek, nem kormányoztak. Ezt elismeri, hogy a maguk részéről hibákat vétettek. Azt is elfogadja, vagy beismeri, hogy becsapták az embereket. Egész más mondtak nekik, mint amit most csinálnak. Az én értelmezésem szerint, vagyis nincs fölhatalmazásuk arra, amit tesznek. És azt mondja, hogy ez őt nem érdekli, ő nem tárgyal, nem egyezkedik, hanem ő... mondja, hogy nem érdekli. De igen, mondja, de még ennél csúnyább szavakkal is mondja, nem érdekli, nem egyezkedik, és ha törik, ha szakad, ő azt, amit ő helyesnek gondol. Meg a pártja, amelyik támogat. Az már egy külön történet, hogy mi van a pártja. De nem lesz ennyi időnk, ennyi történetre, igen. Hát, amit ő helyesnek gondol... Amit ő helyesnek gondol, azt ő keresztül fogja vinni, és nem érdekli ebben a magyar társadalom véleménye, nem érdekli az érintett csoportok véleménye. Sőt, bizonyos szempont még a saját pártjái is, csak bizonyos fönntartásokkal. Tehát a dolog lényege az az, hogy szerintem ma a miniszterelnök felhatalmazás nélkül egy megszorító csomagot akar elfogadtatni a magyar társadalommal, miközben az ellenáll ennek, nem fogadja el, nem ért vele egyet, úgy érzi, hogy ez az eljárás elfogadhatatlan vele szemben, de a miniszterelnök azt mondja, hogy ez nem érdekes, és akkor is át fogja vinni. Most én azt gondolom, hogy ilyet lehet csinálni nem demokratikus államokban. Tudnék is említeni példákat erre. Szerintem el kell dönteni, hogy a magyar miniszterelnökkel szemben elvárásunk-e, hogy demokrata legyen. A magyar miniszterelnök ma azon kívül, hogy beismerte... De nem a zsebébe fogja ezeket aláírni, meg fogja szavazni a Köztársaság parlamentje. Bocsánatot kérdezem. Ha nem szavazza, meg nem fog sikerülni. És amit megszavazott, az megy, amit nem, az nem. Ma ott tartunk egyelőre, hogy a miniszterelnök a lelepleződés után kénytelen volt bevallani, hogy becsapták az embereket, kénytelen volt bevallani, hogy azért van szükség megszorításokra, mert ők elhibázták, és azt mondja, hogy egyébként az emberek véleménye a kiutat illetően nem érdekli, mert ha törik, ha szakad, ebből úgy fogja kivinni az országot, ahogy neki tetszik. Ma itt tartunk. Egy kormányzó párt élén, még egyszer mondom, elnök úr, tehát akkor engedjenek, hogy ezt lezárjuk. Tehát önök illegitimnek tartják ezt a kormányt. Én meg azt gondolom, hogy sokan mások azt gondolják, hogy legközelebb 2010-ben lehet arról valószínűleg véleményt mondani, hogy ki mit gondol a kormány. Nekem erről egészen más a vélemény. Ezt megértem, és tiszteletben tartom a véleményt. De ebből következnek dolgok. Ezt is értem. De muszáj még egy dolgot megkérdezni. A másik dolog, amit, hogy mondjam, csak önnek a szemére lehet hányni, hogy abban a hitben tartja politikusként, az ország második legnagyobb pártjának vezetőjeként, abban a hitben tartja az ön híveit, hogy keserű pirulák nélkül ebből a helyzetből ki lehet jutni. De... Ez a lényeg. Magyarul, hogy nincs keserű pirula, nem kell keserű pirula. Ha Orbán Viktor a miniszterelnök, csökkentjük a gázárat, lesz Budapest minisztérium, adunk 14. havi nyugdíjat, na, hát csökkentjük akkor... a járulékokat. Nem tudom, hány percünk van még, hogy elmondjam, hogy a Fidesz mit tenne ebben a helyzetben. Először is a felelősség kérdésével kell kezdeni. Az meggyőződésem, mondjuk úgy, hogy demokrata meggyőződésem, hogy az elmúlt 4, illetve 2 évért viselendő felelősség tisztázása nélkül nincs joga senkinek a magyar emberektől áldozatot kérni. Hiszen ők nem tehetnek arról, hogy ide jutott az ország. A munkások nem dolgoztak kevesebbet, a gazdák sem, még a közigazgatásban dolgozók sem, az orvosok sem, meg a pedagógusok sem. Mégis nekik kell fizetni. Senki sem kérheti tőlük, hogy ezt megtegyék, anélkül, hogy a felelősség kérdését ne tisztáznák. Nyilván tisztáznak. Második dolog, garanciát kell kapni arra, és a Fidesz adna is erre, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. Nyilván a garancia, a konvergencia terv. Nem, a garancia a költségvetési tanács, ami azt mondja, be is tettük a parlament elé ezt az indítványt. Igen, én szerintem ez. Tehát garancia kell rá. Mert egyébként az emberek csak azt mondják, hogy de eddig is elment a pénzünk, miért kérdezem. Bíznánk kecskére a káposztát. Tehát ez a kettes, a hármas dolog, hogy a válságkezelés alapja rossz.
Tehát olyan válságkezelő programot, amelyről maga a kormány is bevallja, hogy csökkenteni fogja a gazdaság teljesítőképességét, és növelni fogja a munkanélküliséget, ilyen programot nem lehet felajánlani a társadalomnak. De önök meg azt hittetik, és igen, ne haragudjon, hogy az önök válságkezelő program egy karácsonyfa. Én most elmondanám. Mi lógnak az ajándékok, csak oda kell fáradni. Bocsánat. Rosszul esik, hogy így leminősíti a programokat. Nem csak egyszerűsen el akartam egyrészt. De nem, ő leminősíti a... Azt kicsit, tettem, megmondom őszintén, hogy kicsit bánt. Bocsásson szóval meg. Azt gondolom, hogy sok tucatnyi szakértő dolgozott, kiváló koponyák, volt gazdasági miniszterek a mi programunkon, és ennél többet érdemelnek a szakértőink, ha már én nem, de legalább a szakértőink, akik kidolgoztak egy alternatív programot, amely készen áll, amit be lehet vetni, amit használhatnánk, és mely más alapokon nyugszik, mint a mostani kormány válságkezelő programja. Én most is megismétlem, a Fidesz számára csak olyan válságkezelő program fogadható el, ilyen pedig létezik, amely a munkanélküliséget csökkenti, a munkahelyeket növeli, a hazai kis és középvállalkozókat megerősíti, és ezáltal, bocsánatot fejezem be, kérem, és ezáltal nem mond le több százezer magyar dolgozni akaró és tudó magyar munkaerejéről, mert ez a legnagyobb problémánk. Tehát egy adócsökkentésre épülő, gazdasági növekedést erősítő, válságkezelő programot képviselünk. Mi ez nem karácsonyfa, ez egy komoly, szakértők által kidolgozott, nyilvánosság előtt megvédett program. Világos, hogy a különbségek élesek önök között. Az a kérdés, amin tényleg nagyon kevés idő van. Az adott helyzetben tüntetnek az utcákon, mégiscsak valaminek történnie kell. Az a kérdésem, hogy hol látja, mondjuk így, lehet óvatosan fogalmazni azzal, hogy az a mai öt párti nyilatkozat, amit elfogadtak az erőszak ellen, ebből lehet, vagy kialakulhat valamilyen kiegyezés, vagy megegyezés? Szerintem van egy helyzet, amit meg kell oldani. A helyzet úgy oldható meg, hogyha az október 1-i választást a Gyurcsány csomagról, a megszorító csomagról és a miniszterelnök a mi értelmezésünk szerint antidemokratikus magatartásáról szóló döntésnek értelmezünk, és a szocialista párt... Ebben önök egyedül fognak maradni, vagy önök is szövetségesek. Igen. Még végig sem mondtam, látja már, kimondja a verdi. És a választás után a szocialista párt visszavonja, meneszti a miniszterelnököt és a csomagot, és készen áll egy olyan tárgyalásra, hogy pártkormány helyett egy szakértő kormány alakuljon, egy új válságkezelő terv, egy szakmai válságkezelő terv alapján. Ez a helyzet megoldása. Ennek hiányában, amennyiben önök mindig elmondják, hogy mit kell a szocialistáknak tenniük, szocialisták is elmondják időnként, hogy mit kéne tenniük. Ennek ilyen közös felelősség, valami közös út, ugye ez nem történik meg, amit ön elmondott. Október 2-a van, hétfő reggel. Ez meg fog történni, ha nem október 2-án történik meg balul, akkor megtörténik később. Hát ön látott már olyat, hogy egy demokráciában az emberek akarata ellenére át lehet vinni egy ilyen brutális, megszorító csomagot? Hát erre nincs példa. Senki tehát azt nem akarom mondani, szereti. De nem az a kérdés, hogy szereti. Nem lesz sikeres. Én sem szeretem, hogy fölemelik a BKV mellett. De nem az a kérdés, nem arról beszélek, hogy tetszik-e vagy nem. Arról beszélek, hogy nem lesz sikeres. Már most sem az. Hát azok a bevételek. Igen. Hát beszéljük meg most akkor. Azok a bevételek, amiket szerepeltetnek, azok már most sincsenek meg. Hát a kamatadó alól az emberek már elvitték a pénzüket, befektetési jegyeket. Azt akarom mondani, hogy megszorító csomag társadalmi elfogadás nélkül sohasem hozza be azt, amit várnak tőle. Ezért ezek a válságkezelő programok meg fognak bukni. Újabb és újabb megszorításokkal fognak próbálkozni, és ki fog derülni, hogy nem tudják kormányozni az országot. Tehát én csak azzal tudok most szolgálni önnek. Tehát azt gondolom, hogy ha október 2-án a szocialisták nem lépnek erre az útra, akkor majd később kell erre az útra lépniük. Szerintem a kormány megpecsételte a saját dolgát, saját sorsát, és túlléptek rajta az események, mert egy új korszak kezdődik október 2-a után. Én változatlan arra azt szeretném öntől kérni, hogy tartsa meg az erőszaktól való elhatárolódását, egyrészt, másrészt meg, hogy én nem tudom, ez az illegitim kormány, de akkor kezdhetnénk erről. Azt szeretném mondani önnek is, szerkesztő úr, és azt szeretném mondani a kedves televíziónézőknek is, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetségre, a demokratikus ellenzékre mindig számíthatnak, minden erőszakkal szemben meg fogjuk védeni az embereket, minden erőszakot elutasítunk, de vissza fogjuk adni Magyarországnak az önbecsülését, és nem engedjük, hogy visszasüljön a hazugságok mocsarába. Ezért nem arra kérjük az embereket, hogy húzódjanak vissza a házukba, hanem úgy, ahogyan tettük ezt a rendszerváltáskor, amikor ki kell állni az igazság és a szabadság mellett, meg a hazugságokkal szemben. Nem kell rendszert váltani, elnök úr. De most ismét erényt akarnak kovácsolni a hazugságból. Ez egy erkölcsi pillanat, amikor ki kell, és azt kell mondani, mi demokraták vagyunk, nyugalmat, békességet. Mondják el a parlamentben. Nyugalmat, békességet. Vállaljanak vitanapokat, bocsánat.
nyugalmat, békességet és biztonságot akarunk, ránk lehet számítani, és egyébként nem engedjük, hogy az ország egy fusztrált, rosszkedvű Magyarország legyen. Tehát a hazugsággal szemben, mindenki akar. Tehát a hazugsággal szemben meg fogjuk védeni Magyarországot, a rendszerváltást és a magyar választópolgárokat is. Kérjük őket, hogy segítsenek ebben. Köszönjük, hogy eljött. Jöjjön máskor is. Köszönjük a figyelmet. Most jön az este. Viszontlátásra. Ostromállapota vagy harc a Szabadság téren. Jó estét kívánok! A Magyar Televízió Ostromáról eddig még nem látott képeket is mutatunk mindjárt. Az államfő szerint köztörvényes bűncselekmény történt, felmérések szerint önök jó részt szintén vandalizmusnak tartották az akciót. Az este vendége Tölgyesi Péter, akitől a politikai helyzet elemzését is várjuk. Aztán megkérdezzük Szabadfi Árpádot, hogy miért tartott órákig a törvényes rend helyreállítása a rendőrségnek. Végül a külföld tükre, az ostrom, ahogy a külföldi lapok, televíziók látják. Perceken belül kezdtünk. Köszönjük, hogy megnéztek. Nézzenek meg máskor is. Az este a Magyar Televízió Pulitzer emlékdíjas műsora. Tüdőszűrés a tornateremben. Egyre nő a sorban állás a megelőző vizsgálatokra. Salkaházi Sára a megdicsőült világháborús áldozat. 900 év után boldoggá avatás Magyarországon. Mit főzzünk ma? Fetával és parajjal töltött csirke mellett. Hogy tetszik a lakás? Most vettük. Jó, mi? Megtaláltam a legtutibb hitelt, mert választani tudni kell. Öregem, ezt nem lehetett kihagyni. Óriási bulikat csapunk majd. Itt van, bőven. Oda már vettem egy csocsóasztalt. Az asszony még nem tudja. Indulunk a bajnokságon. Mókuska, még csak 5 hónapos. Hosszú távra tervezünk, nyuszó-huszó. FHB szabadon felhasználható jelzáloghitelek otthonra és az élethez. Most értékbecslési díj nélkül. Merülj el a 3G világában, ahol minden információ pusztán egy gombnyomásnyira van tőled. Meríts ihletet képekből, vagy szárnyalj a zenével gyorsabban, mint ahogy valaha is álmodtad volna. A Nokia 6233-as telefon utitársad lesz a 3G új világában. Nokia. Connecting people. Megújult! De továbbra is beleférünk. Dacia Logan vásárlása esetén használt autója akár 500.000 forinttal többet ér. Élvezze a világ ízeit! Ezen a héten különleges Zeus termékek. Isteni jeledelek Görögországból. Kicsi ára! Ez a plusz! Extra nagy gyümölcs darabokkal. Szótyó Gobella. Mennyi extra nagy gyümölcs darab? Szótyó Gobella. Élvezze a különbséget. Extra. Na, látod? Csak el kellett menni a HBB-hez a hitelért. Kijött belőle az esküvő, a nászút. Még a lakást is felújítottuk. Szevasz, kislányom! És az autót még nem is látták. Ön tudja mire. Mi tudjuk miből.
HVB jelzálog hitelek szabad felhasználásra az első 6 hónapban megfelezett kamatokkal. Most értékbecslési díj és jövedelemigazolás nélkül is. További információért hívja az ingyenes HVB hitelvonalat. 0680 50 40 50. HVB Bank. És kifut a pályára a hazai csapat. Nézzék ezt az összeszokottságot, ezt a precizitást! Mindenki szenzációs formában van, egy fantasztikus hárítás, és már is helyén az áru. Minden nap csúcs teljesítmény.